Jó estét kívánok, kedves közönségünk! A Magyar Művészeti Akadémia művészetelméleti tagozata nevében sok szeretettel köszöntöm Önöket, Solymosi Tali Emőke vagyok, a tagozatvezető, és 2015 óta zajlik ez a sorozatunk, a keddi Kaleidoszkóp, amelynek az a lényege, hogy jeles alkotó és előadó művészek, illetve művészetelméleti szakemberek számolnak be a munkájukról, általában elsősorban az aktuális munkájukról, amin éppen dolgoznak, vagy éppen a közelmúltban dolgoztak. Hát a mai alkalommal egy különösen jeles vendégünk van, ez a mai egyébként a 36. alkalom 2015 óta, és hadd mondjam el, hogy most itt a kedves akadémikus társam Súlyog Miklós, a szakmai felelős, ugye a szerkesztő helyében is állok, ő betegsége miatt sajnos ma nem tud itt lenni velünk, de az ő nevében is köszöntöm Önöket. Tehát, ami ma különösen illusztris vendégünk, akinek nagyon örülünk, Hoppál Mihály, Széchenyi díjas kutató, néprajz kutató, aki a népi hitet, a népi gyógyászatot, a magyar mitológiát kutatja, de azt gondolom, hogy a legtöbbünk számára elsősorban a sámánokkal kapcsolatban végzett kutatásai miatt ismeretes. De hát mindemellett persze a világ nagyjából összes egyetemén tanított. Most néztem éppen egy listát, nem tudom, hogy Ön tudja, de egy oldalra nem fér el annak a sok egyetemnek a felsorolása, ahol Hoppál Mihály vendégprofesszorként tanított, tehát az oktatás, a folyóirat szerkesztés, és persze már itt jelzi a kivetítő, hogy őt, mint filmrendezőt is köszönhetjük. És azért szorongatom itt ezt a könyvet egyébként, mert ugye Folklorisztika Varietás címmel most 2018 végén jelent meg egy 3 köteteset, körülbelül olyan 800 oldalas munkája, Hoppál Mihálynak ez a válogatott tanulmányait is tartalmazza, és látom ott a könyvet az asztalon, tehát azt gondolom, hogy valószínűleg, mint aktuális egyik legfrissebb munkáról erről is lesz szó, erről is fogja őt kérdezni a beszélgető társa, és ez szintén nagy öröm számunkra és megtiszteltetés, hogy elvállalta a Szemadám György, Munkácsi díjas festőművész, érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, hogy kedves régi barátja, Hoppál Mihály beszélgető partnere lesz ezen a mai estén. Kérem szépen Önöket arra, hogy miközben figyelnek a beszélgetésre, gyűjtsenek magukban hozzászólásokat, kérdéseket, hiszen erre az utolsó negyed órában mindig lehetőséget szoktunk adni. Úgyhogy nagyon szép estét kívánok, köszönöm szépen! Kedves barátaim, festőművészként valamiért mégis érintett vagyok ebben az estében, mert Hoppál Mihály barátommal, akivel 40 éves barátság fűz össze bennünket, utána számoltam, tényleg. Több dolog is kapcsolatot teremt. Egyrészt ő is képzőművészként indult. A 60-as években nonfiguratív képeket festett, bár ezt nem sokan tudják róla, de én igen. Én vagyok az, aki az összes művét el is olvastam. Egyébként őről az nem mondható el, hogy az enyémeket olvasta volna. Tehát kapcsolatunk ilyen módon egyirányú. Minden esetre az ő fő kutatási területe a sámánizmus, és van egy közös könyvünk is, amiben Nagy András és Jankovics Marcell mellett mi ketten vettünk részt, ez a jelképtár, ami 7 kiadásban jelent meg, ami azért nem kis szám. Ennyit a reklám. A béke táboron belül. Hát látszik, hogy ez egy régi vágású, még kommunista időszakban szocializálódott ember. Szóval én úgy gondolom, hogy a beszélgetést, hogyha kérdéseket kell feltennem, rögtön a közepébe vágnék, és azzal kezdeném a dolgot, hogy a sámánizmusról nagyon sokan tudni vélünk, de hogy miben is lehet ezt megfogalmazni, ennek a lényegét, és mi különbözteti meg például a magyar táltosoktól a szibériai sámánokat? Első kérdés. A helyzet az, hogy még több könyvvel tartoznék, vagy tartozok, de ezt is meg kéne egyszer írni, hogy legyen egy kis könyv arról, hogy ezt a kérdést
zárjuk le. A különbség nem olyan nagy, mint amire gondolunk. De azt is tudni kell pontosan, hogy már amikor mi ide bejöttünk, mármint a honfoglalás ideje korán, akkor már feltehetően nem voltak sámánjaink. Illetve lehet, hogy voltak, nekem erre megvan egy külön elméletem, de a magyar néphitben, a gondolkodásmódban ott voltak azok, akiket tudósoknak, tátosoknak, ugye tudós pásztoroknak hívtak a pásztorok egymás közt az Alföldön, és ezek voltak azok, akik gyógyítottak, illetve hozzájuk kapcsolódtak azok a mondák, azok a történetek, amelyeknek a legjobb párhuzamait, azt a szibériai sámánok és különösen az altai török népek körébe megtalálható sámán mondák és sámán küzdelem mondák őreztek. Én akkor helyette hadd folytassam, mert nekem van mikrofonom. Megválaszolom a kérdést. A sámán a szibériai sámánhitű népek között, meg másutt is, más etnikumoknál is, tulajdonképpen a közösség megtartó erejét képviselte. Azt az embert, aki kapcsolatban állt a felsőbb világgal és az alsó világgal is. Ezek az emberek gyógyítók voltak, varázslók voltak, elveszett tárgyakat, állatokat, embereket megtaláltak a látomásaikban, és ezek az emberek voltak azok, akik gyakorlatilag megtartották a közösségük szellemi szféráját. Nem véletlen, hogy a sztálinizmus alatt, amikor jöttek az új világ új erői, akkor elsőként a sámánokat lőtték le, mert ezzel sikerült szétzúzni egy törzset. Én úgy gondolom, de szólj bele, hogyha nem így van, hát hogyha szól a mikrofonod, hogy a sámán és a magyar táltos között gyakorlatilag azonosság lenne, ami viszont eltér a nyugat-európai hasonló varázslóktól, gyógyító emberektől a magyar táltos, hogy erre születni kell. Diószegi Vilmos óta tudjuk, tessék, hát ha szól. Hogy akinek van fölös csontja, vagy hatodik ujja, azokról szokták ezt mondani, hogy ez biztos jele annak, hogy ez különleges erővel, tudással rendelkezik, de különösen az erő a fontos. És akik burokban születnek, igen. Foggal ne születik. Segítsen! Majd kérdezni szóval lehet. Azért szoktam elkerülni, vagy nem szeretem ezt a kérdést. Mindenki jól tudja, szóval ez tulajdonképpen ez csak egy olyan segítő kérdés. Ez egy ilyen bevezető. Igen. Az az igazság, hogy ez a világ a számunkra már ismeretlen, illetve felfel éled itt-ott a világban, és ennek a kutatója Hoppál Mihály, aki azért óriási területeket járt be, az egykori Szovjetunió területén, Koreában, Kínában, imitamot, és ott sámánokkal találkozott, és azt hiszem, hogy azok a processzusok, amiket ezek a sámánok akkor lejátszottak, a révülés, nem mondtuk el, hogy a magyar táltos ilyen 10-11 éves korában egy betegségbe esik, amikor elrejtezik, révül, és egy más emberként élet fel. És még valami, ami nagyon fontos, hogy ennek az embernek a státuszát a közösség szabja meg. Kvázi, amikor felfedezik benne ezt a képességet, rákényszerítik, hogy elvállalja. Ő nem feltétlenül szeretne ilyen kiválasztott lenni, aki egyben kirekesztett is. És ezek az emberek
más életet élnek, mint az átlagos emberek, ők pedig szeretnének átlagos emberekként létezni. Érdekes az is, hogy a Mihály egyik első tanulmánya, ami a Toldiról szólt, az a Toldiban mutatja ki, hogy voltak épp Toldi megpróbáltatásai, a bikával való harca és így a többi, ez tulajdonképpen egy táltos beavatásnak a státuszai, stációi. Igen, sokkal jobban szeretek a Toldiról is beszélni, mert hát ez egy igazi felfedezés szerintem. De csak hogy egy példát mondjak az előbb említett dologra, hogy kiből lesz sámán, sámán asszony. Mondjuk én úgy emlékszem, hogy Nádorfi Lajossal együtt vettük fel azt az interjút, amikor Burjátiában egy asszonnyal beszélgettünk, sámán asszonnyal, aki elmondta, hogy hát igen, az ő papája a KGB-nek volt a helyi főnöke, úgyhogy a nagymamája igyekezett eltitkolni, hogy ő, ez a leányka különleges képességekkel rendelkezik, mert ránézett valakire, és tudta, hogy mi a betegsége. Na most ez a hölgy szeretett volna abszolút egyszerű emberként élni, ahogy mondta Gyurikám. De nem sikerült, mert egész egyszerűen el kellett vállalja a sámán mesterséget. Tehát valóban ő született erre, valóban megbetegedett, és amikor már majdnem belehalt abba, hogy ellenállt, hogy nem veszi át ezt a mesterséget, vagy nem vállalja fel a gyógyítónak a szerepét és a látónak a szerepkörét, akkor bizony el kellett vállalja. Szóval majdnem belehalt egész egyszerűen. És hiába tagadták, meg hát ugye az első férje is ilyen nagy főnök volt valahol, az bele is halt, abba, hogy nem tudom. Szóval hát ivott tulajdonképpen abba halt bele. Révült. De ezek mind olyan jelek voltak számára, hogy neki bizony nincs menekvés, neki sávárasszonynak kell lennie. Úgyhogy akkori gyártásvezetőnk egy külön PhD-disszertációt is szentelt ennek a hölgynek. Tele van fantasztikus jó részletekkel. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy a sámának itt vannak közöttünk, és azt üzenik, hogy köszönjük szépen, jól vannak, majd itt lehet látni olyan felvételeket is, amiből hát kiderül az, hogy egy kicsit kevesebb, legalábbis én erre törekszem, nem tudom, ez egy ilyen néprajzos huncutság, hogy én szeretem azt mondani, hogy ezek ugyanolyan emberek, mint mi. Szóval nem kell ez a nagy ködösítés, hogy szóval az a lila köd, ami körülveszi a sámánokat, meg hogy jaj, sámán. Nem, ők rendes, tisztességes, köznapi emberek lennének, vagy azok is, akik megpróbálják azt a mesterséget, ami rájuk szabatott, vagy adatott nekik, azokat a képességeket a többiek gyógyítására és megértésére. Tulajdonképpen egy ilyen pszichoanalízis szerűség az, amit ők csinálnak. Beszélgetnek az emberekkel. Azok a apró kis dolgok, amiben majd itt látunk egy-két dolgot, egy-két gesztust, azok semmi rettenetes különbség, vagy nagy hókusz nincs. Szóval különösen nem szeretem, amikor mágikus gyógyításról beszélnek. Köznapi élet az, ami őket körülveszi. Az más kérdés, hogy persze elég sok vodka fogy egy ilyen gyógyítás vagy szertartás során, de azt nem ők isszák meg, hanem a szellemeknek öntözik ki. Benne van az a kis rész? Nincs benne. Látni fogjuk. Szóval egész egyszerűen kérem szépen tisztelettel, kevesebb misztikum és több köznapiságot vegyünk észre a sámánságban,
az izmus sem nagyon szeretem, mert hát ez egy mesterség inkább, szoktam én mondani, és mindannyiunknak van valami mestersége, nem kell a nagy hókusz-pókusz körülöttük annyira. Elnézést, hogy ilyen romboló szándékkal nyitom itt ezt a mai estét. Mondja Györike. Azért, hogyha az időbe visszamegyünk messzire, elmondtam az előbb, hogy ezek az emberek szellemi összekötők voltak, tehát a törzs megtartásának a kulcs figurái. De hogyha úgy nézem, és hogyha most a Magyar Művészeti Akadémián vagyunk, akkor ezek egy Gesamtkunstwerket, egy összművészetet műveltek, hiszen ezek az emberek énekeltek, táncoltak, zenéltek, a ruhájukat elkészítették maguknak, a tárgyaikat, a sámándobjukat, és így tovább. Itt egy olyan időpontban járunk valamikor régen, amikor a vallás, a tudomány és a művészet ugyanazt jelentették. Egy tőről fakadtak. Az, hogy most a mai sámánoknál ez leszűkül talán csak egy gyógyításra, vagy bizonyos adott feladatok végrehajtására, szerintem az egy másik ügy. De a dolgok eredete, és itt a magyar táltosokról, ha beszélek, azok az emberek azért nagybetűvel kiválasztottak voltak. Olyan emberek, akiket a közösségük és a fentvaló választotta ki. Egyébként nemrég jártam, tavaly szeptemberben jártam Kazaksztánban, és ott kérdeztem a vezetőnket, hogy hát milyen az állam vallása. Tudni kell azt, ugye, hogy ez a Szovjetuniónak volt az egyik tagköztársasága, és nem olyan régen lettek önállóak, összesen 18 millió ember él egy akkora területen, ami Magyarországnak a 29-szerese, és ez az ember alapvetően muzulmánoknak vallotta magukat, de elmondta, hogy nagyon is él a sámánizmus, az ősi hit. Ugyanúgy, mint ahogy Mongóliában, Dan Barz volt barátunk bevallása szerint. Ami azt jelenti, hogy ebben azért van valami erő. Nem beszélve arról, hogy az utóbbi, a 20. században mondjuk, mintha újraéledni látszana ez a szellemi irányzat, mert kénytelen vagyok ennek nevezni. Ezt akartam mondani, hogy ez mind nagyon szép, hogy ezt visszavetítjük a múltba, de nem kell, mert egyik PhD szakdolgozóm, aki hozzám írja a doktori disszertációt, az a magyar neo-sámánokkal foglalkozik, ezzel az egész mozgalommal. Kérem szépen, egy egész mozgalom van ma Magyarországon, egy ilyen neopogány mozgalom, de csak Magyarországon van, szóval egész Európában, hát ugye Angliában is, és Észak-Amerikában is, Dél-Amerikáról nem is beszélve, és egész Szibériában, úgyhogy Mongóliában, hát Mongóliában ebből élnek nagyon sokan, ezrek, akik kvázi sámánok lettek az utóbbi időben, mert semmi más megélhetésük nincs. De hát nagyon jól élnek ugye a turistákból, meg a gyógyításból, meg a filmezésből, meg mindenből. És tényleg én is ismerek, meglátogattunk a múltkor egy ilyen magyar neopogányt, aki maga csinálja a dobját, a teljes ruházatát, építi a házát, gőzkonyhót, ugye az indián sátornak, hogy is hívják? Svetlacs, igen. Izasztó konyhóját. Szóval, hogy mondjam, ez egy élő mozgalom. A sámánok nem haltak meg, mindenhol ott vannak. Úgyhogy egy dolgot szintén mondjak, te is érintetted, hogy a készülő kis könyvem a következő. Feleségem azt mondta, hogy most már elég volt a sámán könyvekből, de ezt még engedélyezte a Sámán mint művész, a művész mint sámán címmel, alcímmel fog megjelenni, és
Pontosan erről szól, hogy ilyen gesamtkunstwerket csinálnak, tehát azok, akik magukat sámánnak gondolják, azok kétségtelen kell, hogy... Hát én nem tudom, mit csinálok, de hát... Öreg sámán, nyughas sámán. Gyurikám, ezt én szoktam mondani. Megelőztelek. Igen. Szóval a helyzet az, hogy ebben a könyvben nagyon jó példák lesznek arra, hogy mi mindent kell egy sámánnak tudnia, tehát valóban énekelnie. Itt majd látjuk különösen a koreai sámánok esetében, hogy milyen nagyszerűen színházat csinálnak tulajdonképpen. Mondjuk, ha angolul tartom az előadást, akkor azért el szoktam sütni azt, hogy one man show, a sámán az showman. Úgyhogy... Stand up. Mielőtt megnéznénk ezeket a film részleteket, amire most sor kerül, hadd mutassam be azt az embert, aki Mihálynak állandó tettestársa, és együtt forgattak vele Szibériától Koreáig, és akinek ezek a filmek köszönhetők, Nádorfi Lajos barátomat. Kitartó ember, velem is dolgozott. Akkor most nézzük a filmeket. Nem, azt hittem, hogy én vezényem a dolgot. Nem. Szóval Jakutiában vagyunk 1992-ben, amikor egy nemzetközi konferenciát rendeztek tulajdonképpen először a Nagy Szovjetunió történetében, aminek az volt a címe, hogy Kat Religia. Gondolom mindenkinek még beugrik, hogy a sámánizmus mint vallás volt a címe. Mindenki sámánok. Nyár volt valamikor. Ez például egy evenki sámán asszony. De hát itt a városi ruhában vannak. Persze. Ez a tánc viszont az a rituális körtánc, amit a nyár középi ünnepen szoktak eljárni. Az Isziach ünnep idején. Van egy előénekes, improvizálja a szöveget. Ott a nyakkendős úriember középen az a kulturális miniszter és a Nemzeti Színháznak a főrendezője és igazgatója. Kutatóval kellett beálljak a táncba. Nem tudtam hova tenni a dolgokat. Igen, a tűznek áldoztak. Elmentünk meglátogatni egy gyógyító asszonyt is. A fővárostól nem messzire, egy szegény kolhoz faluban egy gyógyító sámán asszonyt látogattunk meg. A sofőrünk feláldozta magát, hogy... Amikor megérkeztünk, az ajtajában hárman álltak és vizsgálatra vártak. Ő még az édesapjától vette át a tudást, aki híres gyógyító sámán volt. Elmondta az életét nekünk is azt, hogy amint megfogja a beteg kezét a csuklójánál és az erét kitapintja,
Az én lelkem rögtön tudja, hogy hol van a betegség az emberben. Hosszú évtizedek tiltása után 3 éve újra hivatalosan is működhet. Néha doromban is gyógyítottak, ezt nekünk is megmutatta. Török nyelv egyébként a jakut, és fantasztikus hősi epikájuk van. Több ezer soros. Most végre elkészült egy ifjú kollégám fordított jakutból. Szaha, úgy hívják magukat, Szaha. Ez a helyes politikailag korrekt kifejezés. Áldásmondói nekkel úgynevezett Algissal és Füstöléssel. Igen, Algis, ez az áldás. Úgy bocsájtott minket utunkra. Ez most itt mindenkinek szól. Már csak itt tartanak, néha megkérdezik véleményünket. Istennek idáig még kitartott a áldása. A konferencia egyik estéjén a helyi nemzeti színházban a helyi
színészek, fiatal színészek, meg egy idősebbek is eljátszották azt, hogy hogyan lesz valaki sámán, hogyan avatják be. És hát ez a kulturális miniszter, mint főrendező, ezt adta ajándékba a Nemzetközi Konferencia résztvevőinek. Az volt az érdekesség a dolognak, hogy bementek a múzeumba, és a kellékesek szépen lemásolták a régi ruhákat, szóval abszolút pontos másolatot készítettek, a dobokat is, hát dobokat máig csinálnak, tehát ebből a szempontból teljesen autentikus volt a színházi előadás. És hát jó korai gyűjtések is vannak, ugye, mert hát ide száműzték a cári Oroszországból azokat, akiket megvádoltak valamivel, és hát zseniális leírások vannak a 1900-as évek elejéről. Úgyhogy szövegben is, amit énekeltek, az is autentikus volt, és a gesztusok is, meg a ruhák, úgyhogy... Ez a megköltösés, tehát a korosztából tartása, ahogy a faluhelyen a gyerekeket megköltötték, hogy tü-tü-tü, nehogy szemmel verjenek, még van, aki emlékszik. Faluhelyen ez Magyarországon is megvolt, úgyhogy ezt itt láthattuk. Minden sámának van egy segítője. Megjegyzem, amikor szóval egyéb felvételeimből kiderült, hogy többnyire a másik nemből választanak, illetve hát a női sámánoknak van fiatal segítője. Azok a segítő állatok, segítő szellemeknek a megjelenítései, azok a vas függők ott a ruhán. Nagyon élveztem, hogy nagyon szép ő és ő hangjaik vannak. Általában a török népekre ez jellemző. Csak úgy megjegyzem félre, hogy a finnugoroknál nincs ilyen. És hát a legszebb az volt, hogy utána elmondták nekem a Jakut kollégák, vagy a Szaha kollégák, hogy a köznép, mert aztán játszották ezt a darabot a Nemzeti Színházban, és a szomszédok elmentek ugye a fiatal sámánra, ott lakott mellettük ugyanazon a folyosón, vagy a házban, és mondták, hogy hát nagyon beteg a nagymamám, vagy az édesanyám, hát jöjjön már át a dobbal, és csináljon valamit. Tehát teljesen komolyan vették azt, hogy
aki itt sámánt játszik, az biztos már olyan erővel rendelkezik, hogy, hogy ezt használnia kéne. Úgyhogy ezt azra szoktam felhozni olyan arra példaként, hogy a hit, a gondolkodásmód, a világkép, amiben ez a egész ritus benne van, az ott él az emberekben. Tehát ez nem választható el a köznép gondolkodásában. Tehát többek között ezért is ível át évszázadokat, évezredeket ez a rituális gyakorlat. A másik érdekessége a dolognak, hogy annyira erős ez a hit, hogy nincs mese, az emberek nem tudnak meglenni ezek nélkül a köznapi ritusok nélkül. Szóval majd látni fogjuk a többi népnél is, hogy igenis ezek mai napig élnek, és ott vannak, és a mindennapok részét képeznek. Tehát kommunizmus ide, kommunizmus oda, lehetett elvinni a fősámánokat a gulágra. De a gulágról is vannak olyan feljegyzések, hogy ugye ott is a parancsnoknak a felesége megbetegedett, vagy a gyereke, és akkor akiről kiderült a foglyok között, hogy ő sámán, akkor azt kivitte, hogy gyógyítsa meg az ő szeretteit. Ezt persze megkérdeztük, hogy mire a sámánok egyedül működnek. Hogy lehetett, volt egy ilyen, és azt mondja, igen, volt egy ilyen feljegyzést, azért csinálta ezt a közösségi rituálét, és tette bele a színházi előadásba, mert hát akkor itt ez erősebb. Hát én szerintem egy kicsit persze túljátszák a színészek a dolgot, de ugye ezek a állati hangok és hangutánzás az a segítő szellemnek a hívását jelzi. Következő. Bajkál partján vagyunk. Hát szerencsénk volt, mert szép idő volt. Ugye, hol burjától, hol oroszul beszélnek. Kaketa. Szellemek hatását próbálja késsel levágni, így megtisztítani ez a sámán. Tulajdonképpen csak a tükör, a varázstükör, a küzöngő az, amelyik jelzi a sámán voltát. És hát bárányt áldoztak. Még pedig többet. A hölgyeknek, asszonyoknak külön kellett ülni. Ilyenkor szoktam megígyezni, hogy ott még rend van.
ezek a tükrök, ezekről azt mondják, hogy ezt találni kell, az igazi sámán egyszer csak, amikor barangol a pusztában vagy az erdőben, akkor talál egy ilyen tükröt, mert ezt öntről esik le, és csak neki szól. De hát persze, hogy az ember megfordítja a kisebbeket, különösen akkor kínai írásjelek találhatók rajtuk. Tehát valamikor Kínából importálták őket. Ókarhan. A hely szellemét próbálják megidézni, a vajkának a szellemét. És hát persze a vodka üveg ott van előttük, vodkás üveg. Hát én még ennyi vodkát életemben nem láttam, mint aznap. Egy teherautónyit hoztak. Végül van valami benne, hagytad azt a snittet, hogy ott hevernek a üres vodkás üvegek? Nem. Van egy hosszabb verziónk is, és akkor abban ott látható pontosan. Na, ez egy érdekes figura, ez az úr, hogy ez a fiatal. Ott lehet látni a jobb kezén, amelyik fogja, ahogy majdnem kettő. És ez azóta egy nagy hírű sámán lett, és ővel is csináltunk egy riportot, mintha kettő lenne, és a hüvelykúja. És az volt az érdekes, hogy ugye ő mondta, hogy hát ő hetet iszik lenn, sámán familiából származik. És akkor kérdeztem, hogy hát honnan gondolja, vagy miben, milyen, így felmutatta az ujját, ami tényleg így majdnem kettő. Na most, hát én annak idén azt hittem a szakirodalomban, hogy ez egy olyan jól hangzó dolog, a diószegi is mondta, hogy hat ujja van az egyiket. Azóta fotóztak ilyet. Kunkovács László gyönyörű szép fotót hozott, egy pásztort. De egy alkalommal, még igazgató voltam az intézetben, egy fiatal asszony beállított a kisfiával. A fiatal asszony néprajzos hallgató volt, és mondta, hogy hát mit csináljon, hát hat ujja van ennek, hogy mondom, le ne vágja. Hát, hogy aztán azóta mi lett, nem tudom, de érdeklődni fogok utána, hogy megvan-e még az ereje a kicsi fiúnak. Itt már Tuvába vagyunk, voltunk. Nagyon jól sikerültek ezek a felvételek. Egyik legszebb sorozatunk. Előbb egy fiatalabb sámán volt, nem is volt fejdísze különösebben, de hát szellemi hívó éneket nagyon szépen megörökítettük. Ez egy idősebb sámán, akinek ugye sas tollas fejdísze van, a sas az ő segítő szelleme. És hát van egy külön gyógyító jurta a sámánoknak Kizilben, a fővárosban. A főváros kell, hát nem annyira kellős közepén, de a városban még, ahol szinte sorbáltak az emberek. És akkor hát ugye persze a néprajzos, a nagyokos, az megkérdezi, hogy és tessék mondani, mi a baja a fiúnak, akit hoztam? Semmi különös, csak hát ugye megy iskolába, és hát megtisztítjuk, hogy minden rendben legyen. Mielőtt iskolába menne. Na most itt viszont egy egész család jött el, és nem szerveztünk semmit, szóval ezek teljesen autentikus felvételek. Ugye a piros gyöngyök azok műanyagból vannak természetesen. Az ő éneke is nagyon szép, és ez a vörös dob, hát fantasztikus.
filmesek tudják, hogy minden jó filmbe kell legyen kisgyerek és egy kutya. Most itt nincs kutya, de minden esetre ők hoztak gyerekeket. És úgy látszik ez az ima mozdulat, ez egy nemzetközi kultúrákon feletti mozdulat. Itt az öreg kikísérte a gonosz szellemeket az ajtón kívülre. Jött egy ilyen megtisztítási rituál és sorozat. Hát szóval 30 fok volt körülbelül ott benne a hultában. Úgyhogy gyártásvezetőnk különösen szerette ezt a mozzanatot, amikor tejjel beköpte a kicsit. Hát ez ugyanaz, amit mondtam, hogy a köpéssel a gonosz távoltartás elemi gesztusa itt is megvan. Szóval itt tulajdonképpen még azért tudják a nyelvet, ez is egy török nyelv, annak ellenére, hogy már a fiatalabb nemzedék csak orosz iskolába járt. És hát 95-ben, 96-ban, ott jártunk, akkor azért még ők nagyon, hogy mondjam, szóval nem voltak teljesen elrontva a sávának. Utána jött az a fellendülés, amikor megjelentek a moszkvai turisták, megjelentek a japán turisták, és akkor ugye az volt, hogy egy kis tüzet csináltak, később csináltak egy külön helyet, ahol csak a sámánok adták elő magukat, és horribilis összegeket kértek az úgynevezett szertartásért. Hát az a szegény sámán asszony bele is halt a nagy üzletbe, nagy üzlet menetbe, mert annyit keresett, de hát hogy ne maradjunk sámán nélkül, Kanalasúva idehozta a testvérét, és sikeresen ez a sámán körül táncolta a Szent Koronát az országházban, a média legnagyobb örömére, és hát így mutogatták, hogy a sámán és a Szent Korona. Hát Istenem. Korea viszont egy olyan hely, ahol a város kellős közepén van egy Ingwansan, egy Ingwan-hegy nevezetű szent hely, ahol a sámánok rendszeresen minden nap szinte szertartásokat tartanak a köznép számára, és ezek a szertartások mondjuk órákig tartanak. Hát egyszer, hát én több szertartást is megörökítettem.
délelőtt 11-től este 6-ig tartanak. És hát valamiből is összekerülnek ezek. És az emberek bizony kifizetik ezeket az összegeket, amit mondjuk egy havi, ezt a kb. Egy havi fizetésnek megfelelő összeg. De hát a sámán asszonyok megdolgoznak érte, végig improvizálnak, énekelnek, táncolnak, van egy kis zenekar is, ugye a két zenekű dob, meg a cintányér, úgyhogy és a kliens ugye az hallgatja, hogy a sámán asszony mit mond, az betegségéről, vagy elhagy szeretteiről, vagy jövendőről. És hát leborulnak az oltár elé. Ez a háromszög alakú csákó, ottani kollégák felvilágosítottak, hogy ez a buddhizmus hatása a sámán szertartásokban. És hát az egészről az a helyi kutatóknak a véleménye, hogy ugyan van egy ilyen ősi réteg, de meglehetősen szinkretikus, mindenféle más hatások is beépülnek a kultúra ezen szeletébe. És ez abszolút helyén való, szóval nem a 20. század elején nem, vagy a 20. században már nem, vagy 21. században nem mondta, nem várhatjuk el, hogy minden kristálytiszta legyen. Hát soha nem is volt kristálytiszta. De az egy érdekes dolog, és erre Szemadámor is utalt, hogy úgy látszik, a sámanizmusnak van egy olyan belső szerkezete, illetve belső ereje, ami lehetővé teszi azt, hogy túléli ezeket a kulturális hatásokat. Tehát a kereszténységet itt Európában, a Mongóliában a lámaizmusnak a hatását, vagy lehetősen kegyetlen volt. Ugye, hát persze a protestantizmus ugyanúgy tökretette a svéd, meg a lap sámánizmust, ugye, begyűjtötték a dobokat. Most így utólag a kutató azt mondja, hogy hál' Istennek, mert így azok legalább megmaradtak, és ott vannak a múzeumban. De hát azért a legtöbbet felgyújtották, mint ahogy a Szovjetunióban is szét, vagy elégették az altai dobokat. De mindig volt egy-két rendes ember a múzeumokban, aki megmentette a dobokat. Az oltár, azt telerakták mindenféle ételekkel és egyebekkel. És hát mondjuk az én egyik főbarátom és kedves ismerősöm, Sós Jóska, vagy Jóska Sós, Paint Shamanist Brüsszelben, aki nagyon szép. Tessék? Halálra kereste. Volt ez is? Most, igen. Most? Most volt egyetem. Tényleg? Nagyszerű. Hát csak... Tanárom, hogy a tanárom is beszélt róla. Igen. A hét sámaniszta. Áldás. Lelki derű. Lelki boldogság. Szeretet. Nagyon szép és érdekesek az ő absztrakt festményei, én nagyon szeretem. Most éppen készítünk egy külön kis kötetet az ő emlékére, 10 éve halt meg. Fantasztikus, teljesen olyan beavatáson ment át, mint egy valódi sámán, amikor egy ilyen nagy lelki megpróbáltatása volt. Igen. Ez így igaz, kérem szépen. Köszönöm szépen, Nándor Tilaj.
egy fontos motivumot kihagytunk a sámánná válás procedúrájából. Ugye szó volt arról, hogy aki több foggal, több csonttal születik, életében egy időszakban elrejtezik. Ez az időszak az, amikor megvizsgálják a túlvilágon, hogy hány darab csontja van, és ezért szétszedik darabokra, megszámlálják, majd újra összerakják, és ezért egy új ember születik belőle. Ez a motivum egyébként Ó-Egyiptomban, az Osiris mítoszban ugyanúgy ott van, tehát hogy nagyon sok ezer évvel ezelőtti. Na most ehhez képest ezekben a felvételekben én valamilyen újrajátszást érzékelek, bocsánat, Mihály, egy kicsit olyan, mint a Magyar Állami Népi Együttes, ahhoz képest, hogy valaha egykor összejön, nem? Igaz, most nem. Szóval én ezt egy valaminek a kopírozásának látom elsősorban, Sós Jóskáról nem is beszélve. A révülés viszont, tehát ami hiteles ebbe a dologba, hogy a dobszó és a monoton ritmus meg egyebek hajlamosak arra az embert elvinni egy másik szférába, egy nem tudom, alfa állapot vagy akármibe, ahol úgy gondolom, hol a mikrofonod? Ahol úgy vélem, hogy valóban át tud lépni egy másik tudatállapotba az ember. Ez viszont kétségtelen. A másik, hogy egy alkalommal téged is gyógyított egy ilyen talán tuvai sámán, vagy nem? Japán. És mi volt a benyomásod? Hát fájt a hátam, a vállam, fáradt voltam, mit tudom én. Hát feláldoztam magam, hogy én, mert nem akart senki kötélnek állni, de vallom őszintén, és akkor ott, jó, akkor engem halálra ütögetett azzal a csörgő kis pörgőkkel. Jobban lettem, mondjuk. Akkor nem csak egy színjátékról van szó. Gyerekem, ez egy félreértés, ezeket senki semmire nem tanította, különösen nem a tubaiakat, meg a jakutokat, akik a színpadon azok persze. Hát, ott a Nemzeti Színház. A tubai sámán egy másik történet. Hát meg a burját is abszolút autentikus. Onnan való volt az a sámán, aki teve volt és a beteget megtaposta? Nem, az a legizgalmasabb. Hát az egy nagy, az Kínában volt. Kínában voltunk a Somfai Kara Dáviddal. Meghívtak minket az egyik kolléga Ujgúriába, az ujgurokhoz. És ott van egy kis terület, ahol kirgizek laknak. És oda kivittek minket. Kérem szépen, mindig el szoktam mondani, hogy először gyönyörű betonúton mentünk, többsávos betonúton, autópályán utána szűkült a pálya, de még jó volt, utána kövesút következett, utána földút következett, és utána folyómeder. És elértünk egy kis faluba, ahol a kirgizek laktak, és ottan összekészítették nekünk ugye a vendég látójurtát, fantasztikus ételekkel, és jött a sámán, aki ugye úgy hívják, hogy Baksi, tehát ez pontosan ugyanaz a szó, a Somfai Kara Dávid is meg szokta mindig erősíteni, vagy elmondja ezt a példát, ez pontosan ugyanaz, mert Sós Jóska a Baksa Sós nemzetségből származik, csak úgy megjegyzem. Úgyhogy Sós Jóska se teljesen véletlenül kiáltotta ki magát sámának, hanem pontosan azért, mert egy családi hagyományt úgy látszik benne, született újra. Mindegy, vissza a kirgizekhez. Baksa Sós János volt a Keksz együttes énekes. Igen, tudom, igen. Hát ez mindegy. A lényeg az, hogy ott életünkben először láthattuk azt, hogy a jurta közepén a tűz mellé felállított
kvázi szimbolikus végigérő fa. Fára felmászik a sámán, ki dugja a fejét, kihajol a másik világba, a jurta a tündükén. És kérem szépen, bizony, ott mellettem összeesett a sámán asszony, és tényleg transzba volt, de az öreg is teljesen úgy rohangált körbe-körbe a szimbolikus fa mellett, vagy körül, hogy transzba volt. De ez azt mondta, hogy ő egy vadteve. Igen, mert az volt a segítő, mert az a segítő állata. Szóval a helyzet az, hogy amikor vége volt az egésznek, akkor azt mondta, egymásra néztünk a Dáviddal, és azt mondtuk, hogy kérem szépen, ez nem más, mint a népmeséinkben a világfának a megmászása, a túlvilágra fölmász, vagy följutó kiskanász, de... Ez a bab elvetés, a bab szem. Tessék? Ez a babnak az elvetés. Az is, hogy van, igen, hát többféle variációja van ennek is. Kérem szépen, ez ott sámán szertartásban megvolt. Hát azt mondtuk, vagy azt mondtam, hogy ezért érdemes volt élni. Mert ezt mi ott megörökítettük, sikerült felvenni, mert ugye már akkor nem is vittünk operatőrt, hanem olyan jó minőségű volt a videokamera. Nem olyan szépek a képek, mint a tiéd, meg hát kapkodni kellett, meg egy ponton túl a velünk utazó kínai KGB-s oda jött, és így, hogy mondjam, a kamera eléte, vagy a objektív elétette a kezét. De a kollégát megkérdeztük, hogy ugye azért fotózni lehet, és akkor a kínai kolléga, ujgur kolléga azt mondta, jó, azt lehet. Na hát ugye letettem a kamerát, de nem kapcsoltam ki a hangot, úgyhogy megvan a hang, azt végigvettük, és akkor fotókkal kiegészítettük az utolsó rész, az már csak 2 vagy 3 perc volt, amit oda kellett csalni, de hát egyébként meg volt a teljes szertartás. Még mielőtt ugye leállítottak volna minket, nem is tudják ezek, hogy milyen fontos, hogy ezt megörökítse valaki, mert hát ugye a kirgizekről nem fognak a kínaiak külön filmet csinálni, bár megjegyzem, hogy nagyon rendesen dokumentálják ezeknek a kis népeknek az etnográfiáját és a folklórját. Szóval meg kell mondjam, hogy jobban, mint az oroszok. De hát persze az is kiderült, hogy most már UNESCO ide, UNESCO oda, nem érdekli a kínaiakat, hogy ezekkel a kis népekkel mi lesz, kész. Nem lehet menni kutatni, mondta a jó barátom, aki az ottani igazgató, az ottani néprajzi intézetnek, folklórintézetnek. Hát Istenem, szerencsém volt, és akkor még lehetett menni. Csak megjegyzem, hogy visszafelé úton, amikor jöttünk haza teljes sötétségben, akkor hát egyszer csak megáll a sofőr. Hát gondoltuk, na hát itt legfőbb ideje, hogy ez legalább akkor egy kicsit pihenünk, vagy kiszállunk a kocsiból. Kiszálltunk, 3 lépéssel előttünk ott volt egy elképesztő szakadék. Úgyse nagyon volt, de tényleg, ha nem veszi észre, ilyen 2-kor volt. Tehát, ha ő nem szuper profi, és kicsit elalszik, hát akkor ott landoltunk volna, nem tudom hol. Úgyhogy most akkor ez az előadás nem lett volna megtartva. Szóval szerencsénk volt, mint már annyiszor az életben, úgyhogy ez azért hozzátartozik a néprajzhoz, vagy a antropológus, nem tudom, hogy hívjuk most magunkat. Kultúrantropológus. Igen, pravilna gabaritje. Tisztelt főtanár úr, köszönjük. Solymosi Tari Emőke valamilyen ragaszkodik ahhoz, hogy a közönség is szóljon hozzá.
Én ettől mindig elhatárolom magamat, de hát akkor legyen. Tessenek. Igenis, parancsoljon. Volt egy fiatalkori műved, amely megrendítően komoly szakmai, tudományos munka volt. Ez az Ipolyi Arnoldnak, a magyar mitológiájának az elrendezése, magyarázása, összevonása a korszak tudományosságával. Ugye az Ipolyi ezt az 1850-es években írta. 54. Ez egy rendkívül fontos munkád neked, ez a feldolgozás tényleg bámulatos. Most egy másikat is szeretnék mondani, mert tudom, hogy a népszerűség meg minden az... Az a sámánizmushoz kötődik. Nekem ez egy alapvető ifjúkori munkád, és egy másik nagyon fontos munka területet mondanék, amivel szerintem azóta is foglalkozol, de ha már itt szóba került a szakmádnak a megnevezése, most tehát például az, hogy kultúra-antropológia korábban a szemiotikával volt nagyon erős összefüggése az etnoszemiotika néven. Hogyha egy kicsit beszélnél arról, hogy az elmúlt 60 évtizedben, milyen jelentőségei voltak a szakterületed ilyen nagy filozófiai vagy elméleti változásainak, mert szerintem ez egy nagyon fontos kérdés, mert úgy jönnek a fogalmak, és jönnek és mennek. Jönnek és mennek, igen, és ezen közben egyet szeretnék még, de a kérdésem ez lenne. Amit szeretnék kiemelni mély hálával, hogy egyszer egy fél mondatban közölted, hogy mert a hagyomány csak akkor van, ha folyton megújítják, és ezt nagyon kevesen veszik figyelembe manapság, meg egyáltalán. Ez egy nagyon fontos mondat volt, ha nincs megújítás, akkor nincs hagyomány. Ez számomra is egy lényeges dolog, de ezt köszönöm, de a kérdésem ez a szakmád történetére vonatkozik, ha már itt az akadémia népben. Igen, nagyon köszönöm, hogy ezt a kérdést is, de hogy ugye voltam én már filmszínész is, absztrakt festő is, aki nem tudná, a pszichébe játszottam annak idején. Antropológus voltam a pszichében. Mértem a fejeket. Voltam, nem is tudom még, mindenféle voltam. Nyelvészet nagyon érdekelt annak idején. De hát strukturalistákként kezdtük többen, kérem szépen. És szemiotikába menekültünk annak idején. És ezért lett ugye minden jel a világ. Mindennek van jelértéke, még az ételeknek is. Írtam egy külön tanulmányt az ételek, hogy hogyan értsük meg a szemiotika szemüvegén keresztül az ételeket. De a legkülönfélébb társadalmi ritusokat, mint például egy temetés, vagy mint például egy lakodalom, nagyon szépen le lehet bontani a kódokra. Úgyhogy Ortutai meg is jegyezte annak idején az egyik ilyen konferencián, hogy engem csak kódolat illet, nem bírálat, mondta ő. Azóta is szerettem idézni, mert még egy nagyon jó mondata van, hogy minden népnek csak egy csőcseléke van. Szerintem ez is egy elgondolkoztató jó mondata. És akkor, szóval ezek a jelenméleti gondolatok és elemzések vezettek engem oda, hogy, és akkor ugye megalapítottuk az Európai Folklor Intézetet, amelynek az volt egyik legfőbb feladata, hogy az UNESCO határozat, szóval részt vegyünk az UNESCO-nak abban a munkájában, hogy hogyan lehet egy ilyen világszerte az eltűnő folklór kincset és a kultúrákat, kulturális értékeket megmenteni, és a hagyományt megmenteni.
És hát ez volt másfél évtizedig az egyik fő dolog, amivel foglalkoztam, ahogy mondom, az Európai Folklor Intézet keretén belül. Aztán a fönti intézetnek, az akadémiai intézetnek is igazgatója lettem, úgyhogy hát ott is mondjuk igyekeztünk megújítani némileg az akkori kutatásokat, és hát ott ugye akkor már előkerült az, hogy antropológiának kell hívni a néprajzot. Az a jó, hogy a kulturális antropológusok leszünk, vagy szociálantropológusok. Na, az ifjabb nemzedék ezt teljesen átvette, és hát ők magukat már nem is néprajzosoknak hívják, pedig az etnográfia az egy nagyon szép és régi és kedves kifejezés, és tulajdonképpen mindent felölel. A nép leírása, a nép tudásának a leírása, a folklór, ugye az népi tudás. Nem kellettől túl nagyon jobb terminus, szóval ez igazából nagyon rendben van. Talán mindegy is, hogy hogy nevezzük, de az etnoszemiotika, tehát ami a jelelmélettel foglalkozik, talán olyan orosz tudósok, mint Toporov, Ivanov, ennek az úttörői voltak, és én ebbe azt láttam, hogy megpróbálnak elvontabb szintre emelni néprajzi tárgyú dolgokat. Az, hogy kultúra-antropológia a szavakkal való játék, ennek semmiféle tudományos különbsége nincs. Ha jól tudom, Magyarországra Boglár Lajos hozta be például ezt, aki dél-amerikai indiánokkal foglalkozott. De hát nézd, hát ez vagy kutatás történeti hagyományokhoz igazodik. Az angol száz világban ennek helye van, ők így hívják, mi meg másként hívjuk, szóval nincs ennek semmi különösebb jelentősége. Igen. Ja, hogy ha megválaszoltam, vagy nem? Az etnoszemiotikát, hogy... Egyáltalán nem válaszoltad meg, de majd még van néhány hogy az alatt megválaszol. Itt csak annyit tennék hozzá, hogy azért az antropológia, a kultúrantropológia azért lényeges olyan szempontból, hogy más azért a kutatás terület, mert hogy kimondhatta, hogy az ember kultúra alkotó lény. Ez egy nagyon lényeges különbség, mert az etnoszemiotika mást mond ki. Tehát ez mindegyike más, hogy azért valahogy... Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy az etnoszemiotika egy módszer, egy metaelmélet, de hát ezek azok a dolgok, már ebben nem menjünk bele, hogy mi a metaelmélet, mert metafilozófia, mert meg a nyelvészetnek egy bizonyos része, amelyik már csak ilyen elvont terminusokkal foglalkozik. Szóval nincs értelme ezt oda kanyarítani túlzottan. Én a magam részéről, a magam szerény eszközeivel írtam egy ilyen tanulmányt, aminek Tulipán és szív a címe. Nem is és lehet hozzájutni már több tíz éve. Tervezem azt, hogy most épp tegnap beszéltem a Bácskai Istvánnal, hogy jobbított és bővített kiadást megcsinálom neki, mert hát, de hát annyi mindent kell csinálni. De ezt azért még ki fogom préselni, mert hát olyan gyönyörű anyag van, fantasztikus, úgyhogy az egy jó. A hölgyek előnyben parancsolni. Volt a sámánok között egy bácsi, aki úgy nézett ki, mintha korálgyöngyök lógtak volna itt, sietve mondtad, hogy azok műanyag gyöngyök. És ismert az ősi Kínából, hogy a császári fejdíszen lévő gyöngysorok, azok azért van lógnak a szem, illetve az orca elé, hogy az isteni dicsőség ne tudjon kijönni onnan. Ez ugyanaz a jelenség? Hát most erre elmondom azt, hogy... Olaszországban egyszer vetítettem a Sámánok régen és ma című kétrészes filmet. Annak az egyik részében van egy orosz rendezőnek az 1930-as években fekete-fehéren készített gyönyörű dokumentum részlete. És ott van kérem szépen az, hogy a sámán az így üti a dobot, és így megy körbe.
Oda jön utána hozzám ez a kedves öreg professzor, és azt mondja, hogy csak a kínaiaknál volt pontos leírás arról, hogy nem szabad a lábat előrébb tenni, hanem úgy kell... Most... Hát erre mit tudok mondani? Fantasztikus, hogy valaki észrevette ezt. Ezért érdemes volt a Litvinovnak megcsinálni azt a dokumentumfelvételt, hogy ez megörökítődjék. Na de hát, hogy mondjam, lehetséges az, hogy az udehéknél a sámán valahogy megőrizte a kínai udvari hagyományt. Ha úgy veszük, akkor a mandzsukon keresztül lehet. De hát azért ez túl szép lenne. De miért ne? Szóval én az ilyen dolgokban, hogy mondja, mindig elcsodálkozom, és azt mondom, hogy hát ezekért az adatokért, vagy ezekért a hozzászólásokért érdemes élni. Parancsolj! Azért hadd mondjak erre valamit, hogy az érzékszervek korlátozása, vagy részleges megbénítása, például a látásé ezekkel a rojtokkal, ez arról szól, hogy az az ember nem teljesen ebben a világban van, és ennek a világnak a benyomásai azok félrevinnék. Na most nem lehet teljesen megvakítani az illetőt, bár erre is van példa, meg megnémítani, meg mozgásképtelenné tenni, de valójában ezek az emberek szándékoltan próbálják tompítani a külvilág benyomásait. Ez az egyik módszer például. Hozzáteszem, hogy a jakutok azt mondják, hogy a sámánok és a kovácsok egy fészekaljból valók. És valóban a kovácsok is beavatott emberek voltak, ugyanúgy egy külön kasztba tartoztak, mint a sámánok, jelölték magukat, és bizony nagyon sokszor az a közösség, amiben tartoztak, átvágtak, most afrikai kovácsokról is beszélek, átvágták az Achilles-szimát az embernek. Tehát amikor a római mitológiában találkozunk a Sánta kovácssal, Vulcanusszal, Héphaisztosszal a görögöknél, az erről szól. Állítólag azért volt, hogy ne hagyja el a közösségét, mert ő volt a kiválasztott ember. Tehát, hogy valamilyen módon a hétköznapi képességeket akár ilyen brutális módon is korlátozni, tompítani kellett. Ez ennek az egyik szimbolikus jele ezeknek a rojtoknak. Sámánok Eurázsiában című könyvben részletesen írok erről. Parancsolj! Jaj, először az úr! Túl Tibor Pál vagyok, akadémikai tagja. Tisztelettel, szeretettel köszönöm a megtisztelőt, hogy szólhatnék. Egy történetet szeretnék elmesélni az születési beavatási szertartásokhoz tartozóan Magyarországon találkoztam egy bizonyos dologgal, amit most pár szóval el szeretnék mondani. Főiskolások voltunk, Szegeden volt a főiskolai körünk, a nyári gyakorlat, és én végigjártam Szeged és Makó között az összes falut. Sikerült egy faluba, azaz egyik faluba találnom egy házat, rövid leszek, gyönyörű kis parasztház, bekopogtam, senki nem szólt semmit, ráadásul az a bizonyos ház egy nagyon régi nádfederes füstös ház volt, ahol valóban a bejárati ajtó fölött jött ki a füst. Az volt a konyha. Nem szólt senki, kiabáltam, hogy jó napot, sehol semmi. Hát akkor benyitottam ebbe a konyhába, ahol egy nagyon aranyos, töpörödött néni főzött három lábas lábasokba, nyílt tűzhelyen. Tehát borzasztóan autentikus volt nek számomra ez a bizonyos hely, megkapó volt, mert ugye tanulmányaimban ezt ismertem. És elkezdtem beszélgetni a mamival, aki nagyon szűkszavú volt, de a kérdéseimre mindig válaszolt, hogy van, mit csinál, hány éves, stb. És kiderült, hogy 95 éves, és mindig egyedül élt, mert meghaltak az összes rokonai, meg minden egyéb.
és úgy körbenéztem, hogy milyen tárgyak veszik körül. Természetesen azok mind ilyen végig füstösek voltak, de mindig látszott rajta, hogy letörölgette őket, lábosok, edények, kis óra, mindenféle kis apróság, ami tartozik a konyhához. És egyszer csak felfedeztem egy csodálatos, körülbelül egy olyan 55 centis átmérőjű gyönyörű kört a falon, ami tulajdonképpen egy kör volt, és fantasztikus, szép, tojássárga, színnel ragyogott, olyan volt, mint amikor a bukta megsül, és tele volt apró pöttyökkel. És nem tudtam természetesen megnézni, csak közelről megnéztem, és láttam, hogy minden egyes kis pötty, meg díszítés, meg Krisztus, meg jelképrendszerek föl voltak rábögdösve tűvel. És ez a bizonyos füst belerakódott az apró kis lukakba, és fantasztikus, gyönyörű fűzér vette körbe ezt a bizonyos kört, és pici kis rózsaszerű kis virágmotívumok még voltak rajta, és teljesen ép volt. És megkérdeztem a mamikától, hogy mamikám, mi ez? Hát, mond, rám nézett, hogy én ezt nem tudom, és azt mondta, hát nem más, mint egy frászkarika. Ettől majdnem frászba jöttem, mert ezt a szót ismertem, csak éppen nem tudtam, hogy mire való. És akkor megkérdeztem, hogy hát akkor mi volt ennek a lényeg, ennek a frászkarikának, és itt jön az a bizonyos beavatás, hogy amikor megszületett a fia, akkor ezen a karikán áthúzták a gyermeket, ez lehetett a pap előtt, lehetett bárki előtt, azért, hogy ne kapjon frászt. És mi a frász? Epilepszia. Fantasztikus élmény volt. Köszönöm, hogy megosztattam. Idézni fogjuk, uram. De a gyerek már nem élt. Nem, sajnos azt mondta, hogy a háborúban... Akkor mit élt a frászkarikát? Hogy a még hozzátartozik, hogy annyira őrizte ezt a bizonyos frászkarikát, mert a fia háborúban meghalt, és ez az egy emléke van tőle, és ez mindig a fiát emlékezteti, ez a frászkarika. Én nagyon optimista vagyok, mert a kultúra az él, csak hagyni kell. És hát, hogy mondjam, hál' Istennek most az elmúlt néhány évtizedben olyan időket éltünk, amikor hát már lehetett menni Erdélybe gyűjteni. Amikor én egyetemista voltam még, akkor majdnem kizártak a kizből ezért. De hát Istenem, hát túléltük azt is. Szóval nincs mese, a kultúra olyan belső ereje van, hogy nem tudnak mit csinálni. Szóval az oroszoknál is minden, és az indiánok állítólag többen vannak most, mint amikor a fehér ember megérkezett. A rettenetes írtásuk ellenére és egyébek. Szóval pozitívan nézek a jövőbe, hogy úgy mondjam. Köszönjük, Mihály. Hogyha kegyetnek nincs több kérdése, akkor befejezzük, ugye? Igen, de én egy dolgot azért elhatároztam, hogy ma azért drága Gyuri barátomnak megvan az a jó szokása, hogy valahogy azért mindig... És a baráti körben van egy szólásod, laudáljon téged a szem után. Mihályka! Köszönjük!